Augusztus elején gyakorlatilag egyszerre kezdte meg a felkészülést a Bajaváros mindkét felnőtt kosárlabda csapata a következő szezonra, és ez mellett szinte a helyszín is azonos, hiszen a lányokkal a Sugovica parton, a fiúkkal pedig a Petőfi-szigetben találkoztunk. Most már évek óta a Sugovica part az alapozás főhelyszíne, legalábbis a futás részének. A délutáni edzések vannak teremben a Posta Sándor sportcsarnokban. A szokásos helyszínen elkezdtük úgymond a felkészülést már a múlt héten, és hát úgymond most a fizikai állóképességet javítjuk, fizikálisan kell egy kicsit felhozni a fiúkat, aztán a jövő héten már teremben folytatjuk. Lucien Bolt a múlt héten egy 977-et repesztett, hol tartanak most a te fiaid? Hát én úgy gondolom, hogy most még itt a felkészülés elején ezt nem fogjuk nagyon megdöntögetni, de remélem, hogy majd a felkészülés végén, mikor már itt az igazán a sprinteket futjuk, akkor közel leszünk hozzá. Lehet, hogy akkor mondjuk 60 méterről lesz csak szó, nem 100-ról, de a helyzet az, hogy azért egy Boltot nem fogjuk még azért íberelni. A Bácska keretében minimális változások vannak, hiszen csupán két középiskolát végzett játékos, Zsilinszky Barna és Karácsonyi Márk fog hiányozni továbbtanulás miatt, viszont a Bajai NKK-ból a kezdőjátékosok közül Gorjanác Ági és Kalocsai Dorina, rajtuk kívül pedig Novák Fanni, Gergely Dominika, Jávor Petra és Kajtár Bianka sem lesz ősztől Baján, így Kühn Anna és Ferenc Andrea mellett szinte csak utánpótláskorú játékosokkal vágnak neki a bajnokság. Mi leszünk az egyik, ha nem a legfiatalabb csapat a mezőnyben, de én úgy gondolom, hogy a fiatal játékosoknak ez egy jó erőfelmérő, erőpróba lesz. Szokják azt a sebességet, azt az ellenállást, amit az idősebb korosztály, mint a felnőtt kosárlabda képvisel. És mikor csatlakoznak az amerikai légiósok a kerethez? Az amerikai légiósoknak még nem jött meg a vonata, úgyhogy azokat még várunk. Az amerikai légiósokra még egy kicsit várhatnak Kajtár Zsolték, hiszen nem hogy erre, de másra is alig jut a két éve még NB1 A csoportban szereplő együttesnél. A fiatalok lelkesedése viszont töretlen. Már nagyon vártuk a felkészülést, júliusban is bejártunk edzeni. Én különösen vártam, mert nekem ez egy új dolog, hogy itt kipróbálhatom magamat a felnőtteknél, meg a junioroknál. Nem ismeretlen a keretzöme, gondolom, hiszen mind fiatalok vagytok. Igen, meg apukám miatt már nagyon sok meccsre jártam velük, és régóta szoktam szabadidőmben velük lenni, szóval már ismerem őket nagyjából. Mennyire kemények ezek az edzések? Most már nagyon. Az előző hét volt a nulladik hét, az is kemény volt, de nem ennyire, mint az első hét, és a továbbiakban is csak keményebb edzésekre számítunk. Visszatérve a Bácskára, a csapatkapitány Ágfalvi Bálintnak ezen az őszön duplán kell bizonyítania, hiszen szeptember elején a menyasszonyát is oltár elé vezeti. Bálint, most itt mi a fő cél elsősorban, az erőlétet megszerez, vagy pedig az, hogy jól nézzék ki majd az esküvődön? Ez egy nagyon jó kérdés, magam sem tudom eldönteni. Talán, hogy még egyszer utoljára jól nézzek ki, mielőtt megnősülök. Akivel én beszéltem, mindenki várta a felkészülést. Tavaly maradt bennünk egy kis tüske, mert szerintem tudtunk volna jobban is szerepelni. Idén ez a cél, a hangulat az pedig tökéletes szerintem. Fiatalabbak egy évvel rutinosabbak lettek, és szerintem nekünk az egy erőnk, hogy így bajaiak alkotunk egy csapatot. Ágfalvi Bálinték mellett még egy fontos esküvő lesz a sportbarátok számára a közeljövőben, hiszen én már háromszoros úszóvilágbajnokunk, Hosszú Katinka is kimondja a boldogító igent, méghozzá egy igen egzotikus helyszínen a Seychelles-szigeteken. A szerencsés vőlegény nem más, mint Katka edzője, Shane Tuss. A ceremóniára természetesen az egész család hivatalos. Hát igen, a lányomék azt találták ki, hogy ők máshogy szeretnék kimondani a boldogító igent, mert ugye férjhez megy a Katinka, és itt egy ilyen 6-7 napra elmegyünk, és úgymond megtartják az esküvőt, és oda vezetem a vőlegényéhez, és úgymond átadom neki. A magánprogram mellett a Seychelles-szigeten játékos megfigyelőként is szerepelsz, vagy esetleg még a helyi szövetségi kapitányi posztra is átsingózol? Hát én azt hiszem, hogy a pihenés lesz a főhangsúly, mert én úgy gondolom, hogy ilyen csapatot úgysem találnék, mint ami itt van Baján, és én hű vagyok ehhez a kisvároshoz. Kérdésem az esküvőddel kapcsolatban, Katinkája a Seychelles-szigeteken lesz, gondoltál-e esetleg hasonlóra? Igen, mi is a Seychelles-szigeteken akartuk tartani, de miután Katinka előbb mondta, hogy jót tartja, gondoltam, nem jön ki, hogyha mi is oda megyünk, ezért maradunk Baján, és végül is a Lagzit, azt itt tartjuk meg a Dunahotelben.